Ma reggel a magyar nyelv és irodalom, valamint magyar, mint idegen nyelv írásbeli vizsgájával megkezdődött az idei tanév érettségi időszaka. A magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy középszintű írásbeli vizsgája 240 percig tart. A vizsgázóknak két feladatlapot kell kitölteniük. A szövegértési feladatokra 60 perc, a szövegalkotási feladatok megoldására pedig 180 perc áll a rendelkezésükre. Várakozással teli reggelünk volt. Az intézményünk 8 órai időpontot kapott a tételek elhozatalára, tehát a járási hivataltól tudtuk fölvenni. 8 órára érkeztek a felügyelő kollégáink ide az intézménybe, hiszen ugye rettenetesen sok adminisztrációs feladat előzi meg az érettségi kezdetét. Fölvették a jegyzőkönyveket, a szükséges papírokat, borítékokat, utolsó eligazítás megtörtént, majd elfoglalták a felügyelő termeket, ahova a gyerekek 2 percenkénti egyéni beléptetéssel érkeztek. Tehát elvileg nem találkoztak egymással, a folyosó felügyelők külön ügyeltek arra, hogy még az érettségi előtt ne beszéljenek, majd ugye a felügyelő tanárok várták a tantermekben, az ülésrendet meghatározták, és 9 órakor kezdetét vette a magyar nyelv és irodalom vizsgatárgyi vizsga. Semmi nem történt, semmi rendkívüli esemény nem történt. A gyerekek 10 tanteremben érettségiztek 2 épületben, külön a gimnazisták, külön a szakgimnazisták, éppen azért, hogy minél kevesebb találkozás történjen. Rendben, eddig rendben zajlott, reméljük ezután sem fog történni. Milyen óvintézkedéseket vezettek be? Kavalát hozhattak ebbe? Az óvintézkedések ugye azok a jogszabályoknak, illetve az javaslatoknak megfelelően történt. Tehát egy teremben 10 tanulónál több nem tartózkodott, a felügyelő tanárok mindegyike maszkot viselt, a gyerekeket kértük, hogy az adminisztráció elején mindenképpen viseljenek maszkot. Belépéskor kézfertőtlenítés az viszont kötelező volt, és mi a virtuális térben egy érettségivel kapcsolatos tájékoztatót adtunk a gyerekeknek, amelyben fölhívtuk a figyelmüket a veszélyhelyzetre, vigyázzanak magukra, illetve megkértük, hogy kabalát és felesleges eszközöket ne hozzanak magukkal. A diákok először a szövegértési feladatokat oldják meg, és csak e feladatlapok beadása után kezdhetik meg a szövegalkotási feladatlap kitöltését. Szerintem könnyűek voltak, és remélem, hogy jól is fog sikerülni. Én a gyakorlati szövegalkotást választottam, és nekem ez volt a legkönnyebb a témában is, és remélem jól fog sikerülni. A második résznél pedig a novellelemzést választottam, és nekem is könnyebb volt, mint az összehasonlító verselemzés, és ez is remélem, hogy jól fog sikerülni. A szövegértési feladat szövege általában egy esszé, ismeretterjesztő céllal íródott tanulmány, publicisztikai mű egésze vagy részlete. A feladatok megoldása általában a kérdésre adott válasz szöveges kifejtése, esetenként megadott válasz variációk közötti döntés. A szövegértés az szerintem könnyebb volt, a szövegalkotás is, pedig az érvelés is, én az érvelést választottam, mert azt találtam könnyebbnek. Hát a második részben a novellát elemeztem, mert azt találtam könnyebbnek. Hát a verselemzés nem volt annyira könnyű. A szövegalkotási feladatlap esetében a vizsgázó 3 eltérő típusú, műfajú és témájú szövegalkotási feladatból választ egyet. A diákok által választott feladat megoldásának elvárható terjedelme 500-tól 1500 szó. A magyar nyelv és irodalom tárgy emelt szintű írásbeli vizsgája 240 perces. Az írásbeli és nyelvi irodalmi műveltségi feladatsorból és 3 különböző szövegalkotási feladatból tevődik össze. A nyelvi irodalmi műveltségi feladatsor egy alkotáshoz kapcsolódik. A nyelvi és az irodalmi műveltséget vizsgáló kérdések aránya hozzávetőlegesen 40-60%. A 3 szövegalkotási feladat különböző témákról adott szempontú és műfajú önálló szövegalkotását írja elő. Az írásbeli feladatok megoldásakor közép és emelt szinten is lehetett helyesírási szótárt használni. Ebből vizsgacsoportonként legalább 4 példány szükséges. A szótárról a vizsgát szervező intézmény gondoskodik. Az érettségi kedden a matematika írásbelikkel folytatódnak.